Még három napig, azaz péntek estig várja a zenészek jelentkezését a dal. A Duna élő show-ja idén is a nézőkkel együtt keresi az ország legjobb dalát, és a közönség kedvenc produkció elnyeri az év dala 2023 címet. Hazánk egyedülálló dalversenyén 40 új magyar dalt mutathatnak be az előadók. Hogy mire számíthatnak a nézők, arról Balázs beszélget vendégével a folytatásban. Így van, a dal zenei vezetője van itt velünk a stúdióban, Dorosmai Péter. Tiszteletem, jó reggelt! Tiszteletem, jó reggelt mindenkinek! Mekkora az érdeklődés eddig, mit lehet mondani? Hát amennyien engem hívnak, hogy az elmúlt napokban, azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés. A tavalyi számok úgy néztek, hogy körülbelül 400-an jelentkeztek, és a 400 dalt megcsinálni, meghallgatni, abból kiválasztani, hogy egyet, ez komoly. Mennyi idő van erre egyébként? Hát ugye most a határidő van, le kell adni péntekig. Így van, így van, 22 óráig. Úgyhogy ez a zenészeknek üzenném, hogy rajta, gyerünk, dolgozni kell. Mondom, hogy a végére visszatérünk arra még az üzenetre, hogy mit üzen a zenészeknek. Egy picit beszéljünk a feltételekről. Milyen pályázati feltételek vannak? Vannak-e kikötések, hogy lehet nevezni erre a versenyre? Részletesen le vannak írva a pályázati feltételek, hogy milyen dallal lehet nevezni. Ezeket el lehet olvasni. Hát a dal.hu oldalon. A dal.hu-n el lehet olvasni pontosan, tehát hogy ne legyen azt hiszem augusztus sinál korábbi dal, megjelent dalt. Tehát elő lehet szedni régi dalokat, csak ami már megjelent régebben, azzal nem lehet jelentkezni. Nyilván új dalokat vár mindenki. Az ítészeknek van valamilyen fajta, akik kiválogatják a dalokat, van valamilyen fajta elvárásuk ezekkel a dalokkal kapcsolatban egyébként? Azt szeretem ebben a dalműsorban, hogy itt szabadjára engedheti minden zenész a fantáziáját. Nagyon sok műfajt beenged a műsorba, és ez nagyon színessé teszi, tehát nem kell feltétlenül a legtrendibb popzenét hozni, hanem a zene minden területére ki lehet terjedni. Az a lényeg, hogy az ember figyelmét megfogja, tetszen az embernek, tehát akár még a jazz világában is, vagy egyéb zenei műfajok irányába lehet akár menni. Ötvözni a különböző. Igen, és ez a tavalyi műsorban is nagyon, én nagyon szerettem ezt a részét. Évtizedek óta dolgozik együtt különböző zenészekkel. Ugye elég, hogyha a zenészként is részt vett ugye a korál munkásságában, az Ízzenekar Ákos kísérő zenekarában. Szóval nagyon sok mindent látott, hallott már itt az évtizedek alatt. Van tapasztalat, rutin meg az évek bőven, ahogy szokták mondani. Van ennek receptje, hogy milyen egy jó dal, vagy mitől lehet jó egy dal? Vagy ez annyira szubjektív és annyira művészi dolog, hogy nem lehet ezt így meghatározni? Hát az a receptje, hogy nincs receptje. Egyébként tényleg, és ez a szép is egyben benne, hogy le lenne dekára, gramra írva, hogy mi kell egy jó slágerhez. Nyilván vannak ilyen alapdolgok, de jellemzően valami eredeti olyan dolgot kell csinálni, amit még senki nem írt le máshol, és abból lesz igazából az eredeti alkotásmű. Úgyhogy a fantáziáját, a szívét tegye bele minden zenész, és alkosson valami újat, ne másoljon mást, hanem próbáljon valami újat kitalálni. De amikor meghal mondjuk egy strófát, vagy egy akkordot, vagy több, nyilván valamennyit ebből, egy dalból, akkor az már úgy lehet érezni azért, hogy ez akár sláger szám is lehet? Ez érdekes dolog, mert ha nekem mutat, így ha például tavaly hallgattam a 400 dalt, vagy hogyha a stúdióba hoznak hozzám dalokat mutatni, ez nem mindig arra vonatkozik, hogy egy egész dal elkezd az embernek azonnal tetszeni, de ha egy foszlány megtetszik benne valami eredeti kis dallamfordulat, ritmus, vagy bármi legyen az a zenében, akkor arra az ember arra ráfókuszál, és azt kibontja a maga teljességében, akkor egy nagyon szép és eredeti dolog tud születni. Ezt a 400 dalt beszéltük, hogy azért nyilván ember próbál a feladat végighallgatni, és hogy ezt péntekig még lehet jelentkezni erre a dalversenyre. Hogy történik maga a folyamat, a kiválasztás egyébként, amiből aztán megszületik majd az a 40 dal, amely bekerül a műsorba? Hát van egy ilyen széles, mondjuk körülbelül 10 emberből álló zsűri, a 400 dalból kiválasztja a szerintük a minden szempontot próbálunk elegyíteni, hogy igazságos legyen a döntés, és ebből választja ki a 40-et, és hát aki bejut ide a 40-be, annak csak azt tudom mondani, akár egy zenekar nevet is mondhatnék, hogy Blood, Sweat and Tears, vagy igen. Hogy vérveríték, a Tears a könny helyett, igen. Inkább azt tudom mondani, hogy lesznek könnyek is, de azok inkább örömkönnyek lesznek, mert hogyha valaki ezt végigcsinálja, eleve úgy indul, hogy eljátszhatja a
3 alkalommal, tehát van egy ilyen válogatás része, van egy elődöntő és van egy döntő. Így épül fel, és már az nagyon izgalmas, hogyha valaki bejut az elődöntőbe, ott egy akusztikus átdolgozását fogja bemutatni a dalnak, tehát már eleve újra kell a dalon egy picit dolgozni, egy kicsit más hangszerelésben előadni, és ha ezen is túljut a döntőbe, egy tényleg megkoronázza, úgy gondolom egy zenész életében egy nagyon emlékezetes 3 perc lehet az, hogy egy szimfonikus zenekari kíséretet is kap mögé, és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara tavaly is ott volt, és hát egy csodálatos produkciók születtek. Ez egy jutalomjáték, azért gondolom a zenészeknek is. Mekkora lehetőség ez a műsor, kitörési pont, bemutatkozási lehetőség ez a műsor az előadóknak? Hát az előadóknak az a legfontosabb, hogy át tudja adni a dalait másnak. Tehát nyilván egy tévéadásba eljátszani, olyan sok emberhez eljut, hogy hát a zenész mit kívánhat, hanem az, hogy minél több emberhez eljusson, és így több millióan láthatják, hallhatják. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy lehetőség a zenészeknek. Az ugye érdekes dolog, és én speciális, nyilván ez egy szubjektív dolog, az én szemszögemből mondom most ezt a dolgot, hogy nagyon sok tehetségkutatót lát az ember különböző csatornákon, meg a külföldön is, itthon is egyébként, és valahogy mindig felemelkedik, vagy felülemelkedik az értéke azoknak a különböző tehetségkutatóknak, ahol a saját szerzeményekkel jelennek meg az előadók. Tehát nem nagy klasszikusokat énekelnek már befutott zenészektől. Igen, valószínűleg ez a nehezebbik út, de szebb is, és hosszabb távra nyúlik a sikere, hogyha az ember itt elér valamit. Nagyon fontos, és ennek ezt hangsúlyoznom kell, hogy itt tavaly is már teljesen élőben történik a produkció előadása, tehát nem zenei playbackre megy, és arra kell énekelni, és szerintem a visszajelzések alapján, amit nagyon sok zenész mondja nekem, hogy milyen jó ezt nézni, hogy újra élő dobolás van, élő gitározás, élő vokálozás, minden hibájával, nehézségével együtt, de mégis olyan csodálatos dolog, hogy zenekarok 3 percenként egy komplett hangszerelésre színpadra állítanak ilyen dalokat. Ez egy nagy kihívás annak a gárdának is, aki egyébként a műsort csinálja, de tavaly nagyon tetszett ez a nagyon összehangolt együttműködése a különböző csapatoknak, úgyhogy várható, hogy idén is ez lesz. Így van, január 13 péntek, ne legyenek nagyon babonások majd még, akik nem jelentkeztek, de most hallották a beszélgetést, akkor ezt megtehetik, tehát 22 óráig a dal.hu oldalon egyébként minden részlet, ahogy említettük az elején fenn van. Még egy mondatot mondjunk, csak mivel biztatná azokat a zenészeket, akik még nem jelentkeztek, de most mondjuk látták ezt a beszélgetést, vagy hallották, és most bátorságot kaptak. Ismerve a dalírás folyamatát, tessék a nehézségeit, és azt tudom mondani, hogy üljenek a hangszerhez oda, próbálják a határidőig, pénteki határidőig valahogy összehozni, akár egy demo formájában, mert utána még lesz idő még rajta esetleg kidolgozni a hangszerelés, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy egy dalt befejezni nem lehet, csak abba hagyni, úgyhogy péntekig hagyják abba, majd utána majd folytatjuk, csiszoljuk. Jó, hát akkor várjuk a dalokat. Dalra fel, így van. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.